biztonsági előadáson vettek részt csütörtökön a harmadikos és negyedikes tanulók a Beszédes József Műszaki és Mezőgazdasági Iskola Központban, amely akció a Magyar Kanizsai Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság, a Szerbiai Közlekedésbiztonsági Ügynökség és a Rokkantak Szerbiai Egyesülete együttműködésével kerül megszervezésre. Az idén már második alkalommal szervezzük meg a Namáturu Beza Automobile nevű kampányunkat, aminek az a célja, hogy a végzős diákokat felkészítse arra, hogy ugye, végzős diákokról lévén szó már ott van a lehetőség nekik, hogy megszerezzék a, a vezetői engedélyt, és hogy felkészítsük őket arra, hogy mi várja őket az utakon paralízises megbetegedésben szenvedő személyek országos egyesületének a képviseletében van itt a kolléganő, aki sajnos egy közlekedési baleset folytán kerekes székbe kényszerült, és az ő példáján, tehát ő neki az a munkája, hogy előadásokat tart az ő egyesületén belül, és a, a, szinten a fiataloknak tartják ezeket az előadásokat, és próbálják őket elrettenteni a, a a nem példás vezetéstől, és ezen az előadáson ő elmondja és képekkel illusztrálja a saját balesetét, ahol sajnos tényleg nagyon komoly baleset révén gerinc operációval székbe került. Ez a kampánysorozat a közlekedésbiztonság ügynökség kezdeményezésére indult el, és Magyar a Községközlekedés Biztonsági Bizottság a polgármesterünk és a község támogatásával teljes vászféleséggel részt vesz ebben a kampányban, hiszen nagyon nagy figyelmet fordítunk a fiataloknak a biztonságára, úgy a kicsikre is, mint ahogyan ezt a, a gyereküléses projekttel is szoktuk illusztrálni, és ugyanúgy a fiataloknak is a biztonságára nagyon figyelünk. Kötelezettségünk az, hogy minden évben kétszer a képviselőtestület elé vigyük a közlekedésbiztonsági jelentést, ami a magyar és a szól. Úgyhogy pont most készült el a, a tavalyi évi, vagy pontosabban az idei évi, ö, első évi statisztika, ami most majd menni fog a, a képviselőtestületen, és tehát az országos adatbázishoz van hozzáférésünk, és ezekből az adatokból készül ez a bizonyos jelentés, én büszkén mondhatom, hogy az idejében, az első fél évben egyetlen egy halálos esetünk sem történt, és az összes közlekedési balesetből csak 15 történt olyan, amelyik személyisérüléssel járt, az összes többi az csak anyagi kárral. Az előadást Fejsztámer Robert, magyar kanizsai polgármester is meglátogatta. Én úgy gondolom, hogy nem lehet elég alkalommal elmondani és felhívni a figyelmet a közlekedés biztonság, hiszen most a középiskolásoknak szóló előadásban valójában nem is az volt a fő cél, hogy ki az, aki már járművet hajt, vagy van vezetési igazolványa, hanem adol volt szó, és arra szerették volna felhívni a figyelmet egy ilyen sokkoló példán keresztül is megtörtént eset keresztül is, hogy teljesen mindegy, hogy gyalogosok, kerékpárosok, motorkerékpárosok, vagy éppen autóvezetők vagyunk, a baleset bárhol bármelyik pillanatban elérhet minket, és a fiatalok számára ez hatványozott veszélyt jelent, hiszen mindannyian úgy képzelik, hiszen én is úgy képzeltem még nagyon régen, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak, legügyesebbek és legerősebbek, de ez a közlekedésben nem mindig van így. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a köztársasági közlekedés biztonsági intézet, tudtak jönni, tudták ezt az előadást megszervezni. Köszönöm a községi bizottságnak is a szervezést, és nagyon bízom benne, hogy a fiatalok közül is lesznek olyanok, akik megfogadják ezeket a jó tanácsokat. Én úgy gondolom, hogy községi szinten az, ami szerencsénk, hogy relatív kicsi közösség vagyunk, így maga a településeken, a kisebb településeken való közlekedés, vagy akár itt Magyarkan is településen való közlekedés is még olyan keretek között van, amik kezelhetőek. Természetesen nem szeretném külön kiemelni a piacnapokat, mert azok nagyon specifikus napjai Magyarkan településnek, de ezt leszámítva én úgy gondolom, hogy a szabályokat mind azokat a szabályokat, amik a közlekedőkre, már mind a gyalog és kerékpára közlekedőkre vonatkoznak, vagy azokat a szabályokat, amik az autóval közlekedőkre vonatkoznak, mindenki igyekszik betartani, és ebben szintén jelentős szerepe van az önkormányzati felügyelőségi osztálynak, hiszen ők is igyekeznek napról napra figyelmeztetni, vagy éppen büntetni azokat, akik nem tartják magukat ezekhez a szabályokhoz.